És akkor Steinmetz Ádám, jó reggelt kívánok, és Kocsis Szake Olivia, jó reggelt. Jó reggelt. Köszönjük szépen, hogy elfogadtál meg. És pont nem mondtuk egyébként így a bevezetésben, hogy azért a klíma csúcsról, ami fantasztikusan végződött, Biden elaludt például, egy kicsit elszúnyókált, meg 400 magángépen repültek oda, meg 8 konvaja, meg mit tudom, szóval, hogy megmutatta a világvezető hatalma, nem? Hogy hogyan kell a földet megmenteni. Igen. De nem csak erről beszélünk. De egy kicsit azért optimistán is zárult. Ugye most itt volt egy ENSZ klímakonferencia, és előtte a G20-ak római csúcs találkozója. Az előzőnél azt mondták, hogy túl sok konkrétum nem volt, de most, mintha előrelépés történt volna, és Áder János ugye azt mondta, hogy Magyarországnak semmi szégyelni valója nincsen. Nyilván a Párbeszéd ezzel nem ért egyet. Maga az egyébként, hogy Áder Jánost küldték ki oda, aki egy szimbolikus, reprezentatív funkciót tölt be, és hát operatív funkcióval nem rendelkezik. Ez már mutatja, hogy Magyarország mennyire, illetve hát nem Magyarország, hanem az Orbán kormány mennyire veszi komolyan a klímaváltozást. Az elmúlt 10-11 év intézkedései kezdve azzal, hogy megszüntették a Környezetvédelmi Minisztériumot, az is jól mutatja, hogy a Orbán kormánynak ez mennyire fontos. És hát Áder János, aki ugye a vizeink, tavaink védelmére esküdött föl köztársasági elnökként, ő pedig hát az utóbbi időben, amikor vizeink, tavaink nagyon komolyan sérülnek, a Velencei tóról beszélhetek, ami a nyáron majdnem kiszáradt. Most voltam a Fertőtónál tegnap, ahol gyakorlatilag teljesen legyalulták az egész partot. Akkor Áder Jánost nem hallottuk felszólalni, és hát ezen a klíma csúcson is azt sikerült Áder Jánosnak mondania, hogy akik részt vettek, azok nem tesznek semmit, bezzeg Magyarország meg klímabajnok. Hát ez nem így van, csak mondok egy példát, Magyarország ugye 2030-ra úgy akar klímasemlegesnek lenni, hogy a Paks 2-t felépíti. Ezzel az is baj, hogy Paks 2-vel akar klímasemlegesnek lenni, de most nem nyitom ki ezt a Paks 2 kérdést. A helyzet, hogy Paks 2 2030-ra például nem fog elkészülni. Uh-huh. Igen. Így nehéz lesz klímasemlegesnek maradni. Tehát konkrétan nem mondtak igazat, hazudtak, feltétettek. Hát a szokásos, amit eddig megszokhattunk tőlük. Uh-huh. Hát érdekes dolog azért, amit mond, mert közben meg, hogyha az uniós szabályokat, a rendelkezéseket látjuk, akkor egy olyat sem tud mondani, szerintem, amiben Magyarország szemben ment volna az uniós döntésekkel, vagy elhatározásokkal. Minden, ami a környezetvédelemhez kapcsolódik, vagy tud? Tudnék, hát például volt egy olyan direktíva az Uniótól, hogy adtak volna arra pénzt, hogy felújítsuk a lakóházainkat, lakásainkat. Nem, most a környezetvédelem. És a kormány ezt megváltoztatta kint Brüsszelben, ezért tudott harcolni kint Brüsszelben, az állami intézményeket tette ebből a pénzből, keretből energiahatékonyát, de valóban egyébként az egyetlen pozitívuma Magyarországnak, hogy ez az értékelésekben is benne van, hogy az Európai Unió tagja, és követnie kell ezeket a direktívákat. Ez az egyetlen pozitív, amit el tudunk mondani. Ez egy remény, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország esetleg tényleg arra az útra lép, ami a helyes a klíma elleni küzdelemben. Köszönjük szépen, hogy mennyit van, hogy csomó jó téma van, amit igen, és akkor Steinmetz Ádámhoz egy testhez álló téma. Igen. Ugye a sporttörvény módosításáról tegnap írt több orgánum, és ugye az újságíró kollégáknak azt tűnt fel, hogy az önkormányzatokat kivették abból a körből, akik ingyenesen kaphatnának meg állami sportlétesítményeket, és viszont utána a kormány, talán ha jól emlékszem, a Telexnek küldött egy magyarázatot, és ők úgy indokolták ezt a módosítást, hogy itt nem az a lényeg, hogy bárki akkor most ingyenesen juthatna az önkormányzati szférán túl ilyen létesítményekhez, hanem a sportszakmai kontroll további erősítése a lényeg, mert hogy ezen túl kizárólag sportcélokra adhatók ingyenesen tulajdonba állami tulajdonú ingatlanok. Ez így már megfelelő magyarázat? Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek! A politikai megközelítésből azt lehet elmondani egy első ránézésre, hogy folytatódik a nemzeti vagyon kiárusítása. Tehát amit láttunk az elmúlt hónapokban, különösen mióta az ellenzéki egység megszületett, félve a kormányváltástól, nagyértékű állami ingatlanok, balatonparti üdülők, illetőleg felsőoktatási intézmények több száz milliárdos értékű vagyona kerül át alapítványok kezébe, illetőleg Fideszhez közel álló cégek kezébe. És most azt látjuk, hogy ugye a sport létesítmények terén, az állami tulajdonos sport létesítmények terén is meg fog történni. Legalábbis, ami a látszik abból a törvényjavaslatból, ami csütörtökön kerül a tisztelt ház elé.
Hogyha a sportpolitikai megközelítést, és azért vagyok itt, azért kaptam meghívást, kicsit ezért árnyalnám ezt a képet, hiszen vannak olyan sportlétesítmények, különösen az uszodák, a különböző futballstadionok, jégpályák, amelynek az üzemeltetése hát bizony nem rentábilis, tehát ez pénzbe kerül az államnak, és hogyha az a cél, hogy ezt megcsinálja egy civil egyesület, egy sportszervezet, megfelelő minőségben, akkor ez nem egy ördögtől való dolog. Korábban is volt erre példa. Igaz, akkor ugye 1 forintért adták át, és 25 évig kellett ezt vállalni. Most ingyenesen kerül átadásra, és 15 év a vállalási idő, és egy picit azért vitatkoznék szerkesztő asszonnyal a tekintetben, hogy elsődlegesen sport célra, tehát a törvény szövegéből ez látszik. Tehát itt felsejlik az, hogy van az egy másodlagos cél is, ami ez nem veszélyezheti az elsődleges cél megvalósítását, és hát a kedves nézők szempontjából is mondanám, hogy annak azért nincs sok értelme, hogy mondjuk, hogyha én eladom a lakásomat, az új tulajdonosnak majd a rezsiszámláját még utána fizetem, tehát a víz, gáz, fűtés számlát, és szeretnék garanciákat látni arra, hogyha az így ingyenesen átadott, tulajdonba adott sportlétesítmények, ez valóban fenn fogja tudni tartani, és utána a magyar államnak, az adófizetőknek ez már nem kerül majd pénzébe. Tehát ezért szeretnénk üzleti tervet látni, és ezért szeretnénk pályázatot látni, amennyiben ez nincsen meg, és ezt föl is fogom vetni egyébként a vita során, mert az állatlanos indoklásból ez nem derül ki. Annyi derül ki, hogy miért van erre szükség, mert hogy a civil szervezetek, amennyiben közcélokat valósítanak meg, akkor azt az állam ezt segíti. Na hát ennyi az indokolás, tehát ez önmagában szerintem kevés. Aki viszont ismer civil szervezetet, azt azért pontosan tudja jól, hogy rendkívül erős kontroll alatt állnak az alapítványok, a közhasznú alapítványok, tehát azért, mert van egy civil szervezet, aki valamit üzemeltet, ez nem azt jelenti, hogy ott bármi történik, vagy történhet. Menjünk tovább, mert van egy bejátszónk egy fontos témáról. Igen, eddig ugye szakpolitikai témákról beszélgettünk, most egy kis pártpolitika, a miniszterelnök jelöltek az előválasztási eredményük sorrendjében legyenek a közös ellenzéki lista élén, ezt kezdeményezte még szeptemberben Márki-Zay Péter. A 24.hu-nak adott interjúja szerint javaslat a Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke irányulna, ugyanis Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy ha Gyurcsány ott lesz a lista élén, akkor lehet, hogy Orbán Viktornak újra kétharmada lesz. Ugye ez még azért egy szeptemberi vélemény, egy bejátszóban összefoglaltuk az állást, és utána innen folytatjuk. A miniszterelnök jelöltek az előválasztási eredményük sorrendjében legyenek a közös ellenzéki lista élén. Ezt kezdeményezte még szeptemberben Márki-Zay Péter, emlékeztet a Népszava. A lap felidézi Márki-Zay korábbi nyilatkozatát, amely szerint, ha ott lesz Gyurcsány Ferenc a lista élén, akkor lehet, hogy Orbán Viktornak újra kétharmada lesz. Nemrégiben hasonló elképzeléssel állt elő Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója is. A Népszavának nyilatkozva elmondta, hogy jó ötletnek tartja, ha a lista első 5 helyén a miniszterelnök jelöltek sorakoznak majd. A Momentum viszont már meghozta döntését. Fekete Győr Andrást választották a párt parlamenti lista vezetőjének. Több helyről megerősítették a Népszavának. Az ellenzék úgy számol, hogy legkésőbb év végéig, talán már a karácsonyi ünnepek előtt sikerül megállapodni a lista összetételéről. Ezt most inkább ne osztuk meg a nézőkkel, de azt mondta, hogy milyen szép az ellenzéki egység. De a háttérben hol tart most a közös lista összeállítása? Mik a szempontok? Mindenki megkapja, hogy ezt az adott számú helyet kivel tölti fel, vagy beleszólnak egymás személyes sorrendjébe is a pártok? Hogy néz ez ki? Pont erről folyik a diskurzus, de mindenek előtt a közös programról szól, hiszen azt tartjuk fontosnak, hogy legyen egy közös mondani valónk. Az ellenzéknek legyen egy közös víző, ezt sokan hiányolják. Tehát legyenek olyan erős mondásaink, amik vonzóak és amelyek versenyképesek a Fidesz-szel, de tagadhatatlan, hogy a listáról is kell dönteni. Én egyébként azt gondolom, hogy 2018-ban és 2014-ben is az volt, hogy hú, hát a listán majd össze fognak veszni az ellenzéki pártok, és majd emiatt borul az egész, ez volt a jóslat. Akkor is egy-két hét alatt erről volt döntés. Nyilván ez nem egy könnyű döntés, minden pártnak el kell döntenie azt,
hogy melyik fontos embere nem lesz majd rajta a listán. Mert hát igazából ilyen típusú közös lista most van először. Nem, 14-ben is volt egy közös lista. Na jó, de az, hogy abszolút kiegyenlített a meccs, és ennyi pártnak kell plusz egy külsősnek összehangolnia. Ezt mondom, hogy ez nem egy könnyű feladat, de ahogy 14-ben is, és 18-ban is egy-két hét alatt erről sikerült egyezni, döntés született, úgy szerintem ebben is döntés fog születni, és nyilvánvalóan valamilyen elvet bele kell vinni, valamilyen logikát bele kell vinni, amik itt elhangzottak, azok teljesen logikusak, jó, de hogy a előválaszt, hiszen az előválasztásnál nincsen nagyobb közvéleménykutatás vagy mérés, az előválasztási arányok alapján, vagy az eddigi közvéleménykutatási arányok alapján valamilyen módszerrel állítsuk össze a listát. Szerintem ebben egy-két hét alatt az év végéig egyességre fognak jutni az Jobbik előző. Például támogatja Márki-Zay Péternek a felvetését, ugye a közös ellenzéki listánál, hogy a korábbi miniszterelnök jelöltek ugye a szavazatok arányában sorrendjében kerüljenek fel? A Jobbik álláspontját hivatalosan nem ismerem. Én a elnökségnek nem vagyok tagja, úgyhogy ez a döntés attól még ismerheti. Meg fog születni, én azt gondolom. Hát nem láttuk, nyilván azért kérdeztem meg, mert nem láttuk ebben az ügyben kommunikációt. De csatlakozva Olivióhoz, én is azt mondom, hogy nem a lista fontos, hanem a program. Mi a sportpolitika terén élen szeretnénk járni ebben, és jól haladunk. És még egy kiegészítés, hogy a kedves választópolgárok majd úgyis csak az első öt szemét fogják látni a szavazólapon. Tehát annak az öt személynek fontos majd a nevét megjelölni. Az, hogy ki van a mondjuk 68. helyen, az már kevésbé érdekes, viszont ami sokkal érdekesebb annál, hogy a választások az egyéni választókerületekbe fog eldőlni. Tehát, hogy abban a 106 körzetben, ha nem a fideszes jelölt nyer, hanem az ellenzéki, összellenzéki jelölt nyer, akkor tudunk eljutni a kormányváltáshoz. Úgyhogy nekem most nem a, ez én véleményem, nem a listaállítás szerintem, amiben kell most fontos döntéseket meghozunk, hanem abban, hogy ezeket a jelölteket jól menedzseljük, hogy meg tudják vívni jövő tavasszal sikeresen a választást. Itt már a beköszönésben említettük, hogy a Párbeszéd konkrétan lemondásra szólította fel a kormány tegnap, miután kiderült, hogy Kossuth Lajos megerősítette, hogy vásároltunk az izraeli Pegasus Game szoftverből. Viszont ugye a kormánypárti politikusok azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló, minden teljesen szabályosan és felhatalmazással történt. Kormánypárti politikusok az ügy kirobbanása óta ezt mondják, és hát nyilvánvalóan hazudnak. Tehát még egyszer, mi történt itt? Kiderült, hogy ellenzéki politikusokat is, oknyomozó újságírókat, azóta kiderült, hogy a kormányhoz közeli embereket, de olyanokat, akik nem biztos, hogy a kormány direktíváját követték, megfigyelték ezzel a szoftverrel. Azt nem tudtuk eddig, hogy a kormány, az állam rendelkezik ezzel a szoftverrel. Tegnap kiderült, hogy rendelkezik. Ezt a két dolgot össze kell adni, és aztán kiderül, hogy most már nem csak az igazságügyi miniszternek, meg az államtitkárának kéne lemondani, aki ezekre engedélyt adott, hanem az egész kormánynak, aki cinkos ebben együttműködik, és Orbán Viktornak is, aki hagyta ezt. Ez óriási botrány. Tehát az, hogy a kormány által birtokolt eszközzel megfigyelnek ilyen embereket, és aztán utána ezt a Nemzetbiztonsági Bizottságon nem indokolják, nem engedik azt, hogy egy eseti vizsgálóbizottság ezügyben elinduljon. Ez nyilvánvalóan arra enged következtetni, hogy a kormány visszaél a hatalmával, és törvénytelenül figyeli meg ezeket az embereket. Igen. A Pegasus, mint kémszoftvert, ugye azt már sokszor elmondták, hogy szerte a világon sok ország használja. Ön például tud olyan kormányról, ahol használták, és aztán az a kormány egy az egyben lemondott, miután kiderült, hogy használja? Hát olyan kormányról nem tudok, aki ezt a szoftvert ottani ellenzéki politikusok megfigyelésére használják. Egyébként pont Indiában történt egy eset, igen, hogy ott fölmerült ez a gyanú, és a legfelsőbb bíróság, sőt egy független szakértői csapat kezdte el vizsgálni azt, hogy esetleg a kormány vétette ebben. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon, hogyha Indiában ezt megteszik, akkor Magyarországon is ezt meg kellett volna tenni. Én meg azt gondolom, hogy a kedves nézők számára is szerintem nyilvánvaló volt, hogy ezt használják, ezt a szoftver, de továbbra sem tudjuk, hogy kiket figyeltek meg, és miért, milyen alapon. Mert ugye ez lett titkosítva 30 évig, többek között ugye a fideszes többségű Nemzetbiztonsági Bizottság jó voltából, idézőjelvel értve, amelynek Móring József Attila is tagja, tehát többek között a somogyi ellenfelemnek is köszönhetően, valószínűsíthetően nem tudhatjuk most meg, hogy miért, kikkel szemben és milyen alapon használták ezt a kémszoftvert. Hát végül csak 29, 2050-ig. Hát jó lenne.
És azért, hogy is mondjam, tehát a kormánynak a süketelése ez nem segít. Nem segít ebben, hogy tisztán lássunk. Jó lenne, hogyha végre egy felelős politikus kiállna és végre vállalná a felelősséget. Hát ez megtörténik. Köszönjük szépen. Köszönjük.